Szevasztok! Jöttem megmutatni a pózegyetet. Rendeltem hozzá egy pár lomot. Ez egy tank. Ez benzincső. Ez egy másik tank. Ez Y-elágazó benzincsőhöz. És ez pedig egy üzemanyag szivattyú, hát füstolaj szivattyúnak volt nevezve a hákán. Most nekünk teljesen jó lesz arra, hogy tudjuk leállítani az üzemanyagot, mert hogy ezt nem lehet szabályozni. Tehát így néz ki a doboz. Van rajta minden bolondság, ugye lehet autóba rakni, repcsibe, hajóba, hát majd ezt a kettőt kipróbáljuk. Aztán következőképpen néz ki a dolog. Itt is van még benzincső, meg plusz membránok, ezek a virág alakú vaslemezkék. Gondolom ez fogyóeszköz, azért adják hozzá, meg azért lehet venni hozzá. Ezt lehet, én rendeltem hozzá amúgy pluszba. Igen, fúvókák, ezek meg ilyen tartó gyűrűk, na bontsuk fel gyorsan, addig, igen, tartógyűrű, gyertya, aztán tartóbizbasz, csavarok, tartóbizbasz. Ez nem tudom mi, ez a papírdarab, ha majd ráérünk, elolvassuk a dolgokat. Na, ez a gyújtószerkezet. Ide kell a vaksit belerakni. XT csati meg a csipesz a gyertyához, minden le van ragasztva. A hülye gyerek előbb olvass el a warningot, és utána kapcsolgassa csak a gyújtást. Danger. Az van ráírva, hogy Danger. Na. Azt a vegyel mindenit. Aha. Warning. Aha. Nagyon vagány. Nagyon vagány. Még ilyen kis izéket is adtak hozzá, öveket. És akkor egy instruction manual, azt nem kell úgyse olvasok, de elfogjuk. Aztán ez pedig a szerkezet. Hát össze-vissza ilyen hajlítgatott bizbasz, nem túl jó minőségű, de hát a túrót nem érdekli, hogyha működik rendesen. Ez is persze le van ragasztva. Gondolom ne menjen bele a por vagy valami. Aha. Na nem tudom, hogy ilyenkor alapban van-e benne membrán. De majd megnézzük. Egész komoly. 430 g már megmértem amúgy előzőleg. Meg, hát vannak egy-két kajla részek rajta itt. Itt kidudorodik, olyan, mintha meg lett volna nyomva, vagy nem tudom, de hát szarni vele. Jó van. Na, fasza. Na, így néz ki a gép, és akkor majd próbáltam már beletuszkolni a Kometba. Belefér, de nem biztos, hogy jó ötlet lesz azzal használni, majd lehet, hogy habból össze kell dobni egy
egy testet, amivel kipróbáljunk, mert ez így nagyon erős, túl erős lesz. Na ennyi, ennyi már. A másik dolog, ami most épül, illetve már kész is van, csak ma rossz idő volt, és nem mentünk el kipróbálni. A Victory hajóra feltettem egy harradart, eBay-ről rendeltem egy harradart, és azon van éppen a kamera, ami most rögzíti a felvételt, és a radart fogja kamerázni, a radarnak a kijelzőjét, és akkor azon fogjuk majd nézni, hogy hol vannak a halak, milyen mély a víz, hogy néz ki a meder térkép. Mert mondták ott az egyik horgász barátom, hogy nekünk arra szükségünk van, hogy tudjuk a meder térképet, hogy az árkokba tudjunk befele dobálni, mert hogy ott ülnek a halak. Szóval ezért lett halradar, és a Victory szállítja benne az etetőkosárnak a kis tartójába. Na de majd erről is készítünk videót, majd legközelebb ezzel jövök, szevasztok, jók legyetek!